Hello mindenki! A Jackal megdobott egy új álványjal, aminek néhány képességére is felhívták a figyelmem, sőt, külön megkérdezték, hogy tetszett. Nagyon gyanús. Mondjuk lehet, hogy az utóbbi azért volt, mert hetek óta itt áll nálam, és hozzá se nyúltam még, csak sürgetni akartak, de lehet, hogy azért, mert fontos nekik. Szóval lehet, hogy valamit tud ez a Jackal-edem, így hívják ugyanis. Adam Jackal művész néven mondjuk akármelyik B-kategóriás akciófilmben szerepelhetne, de kit érdekelne egy akciósztár tripod? Egy-két filmsztárnál persze lehet, hogy jobban játszana, de inkább marad a saját szakterületén, ahol nem vágyik semmi kiemelkedőre, nem nyújt semmi világmegváltót, de amit igen, az sokféle, és amit tesz, elég tisztességesen teszi. Hogy ne beszéljek itt rébuszokban, ez az álvány egy elfogadható árkategóriában kínál középszintű profi minőséget, sok szolgáltatással, viszonylag hordozható mérettel, ahhoz képest viszont széles körű használhatósággal. Még mindig nem vagyok elég világos? Hát akkor. Először is a Jackal Adam viszonylag kicsi mármint összecsukva, 47 cm-nél egy pár millivel hosszabb, köszönhetően annak, hogy az utazó tripodokhoz hasonlóan teljesen visszafordíthatók a lábai. Így persze csukva valamivel szélesebb egy hasonló kategóriás állványnál, de kb. 20 centivel rövidebb is. Például az én öreg Manfrotto 190-esemnél, ami nagyjából ez a kategória méretben teherbírásban. Ha viszont kihajtogatjuk és kihúzzuk, Ádámka a hozzá alapból adott gömbfejjel együtt 171 cm magas. Én 172-t mértem, de mindegy. A lényeg, hogy csukva az átlagnál kisebb, nyitva valamivel nagyobb. Az enyémnél például 18 centivel magasabb, amit a plusz, tehát negyedik lábszekcióval értek el. Ez plusz egy csatlakozási pont, tehát nagyobb rizikó, hogy az állvány instabilabb, remegő. Lesz. De azt kell mondjam, hogy felesleges az aggodalom. Nem az a világ a tripodja, ez nem is volt elvárás, de mondjuk a példaként felhozott 190-eshez képest láthatóan kisebb és rövidebb a remegése és annak lecsengése. Mindehez 8 kilós teherbírás társul a hazai forgalmazó szerint, ami eléggé reális adatnak tűnik. A hozzáadott használatiban persze 20 kilót adnak meg az állványra, és 12-t a fejre, de ha az ismertebb márkák hasonló típusainak adataihoz hasonlítjuk, akkor 8-9 kg lehet a valós érték. Kisebb közepes felszerelésekhez, mondjuk átlagos DSLR vagy milckithez tuti párosítás, valamivel nagyobbakhoz pedig még használható állvány, akár ember magasságban is, aki pedig igazán nehéz felszerelést nagy telét használ, az amúgy sem az ilyen utazó tripodok között kezd keresgélni. Azt még nem is mondtam, hogy fejjel együtt mindezt két kilós saját súly alatt megkapjuk. A kompakt tripodok nagy kompromisszuma általában, hogy vagy nem húzhatók magasra, vagy nem bírnak sokat, esetleg mindkettő. Hát ezt itt elég szépen megoldották, köszönhetően az állvány precíz összerakásának. Aztán ezeken felül olyan extrákra is jutott még Kraft, hogy a lábszekciók csavaros kioldása vagy zárása egy negyed fordulattal megoldható legyen. Akár a három gyűrűn egyszerre csavarintva is nyithatók a lábak. Ezek közel 90 fokig terpeszthetők három állásban, így a kiengedett középoszloppal 46,5 centi lehet a minimum magasság, Kevésbé szétnyitva, meg akár 37 centi. A középoszlop elvileg megfordítható, ha akarjuk, de minek akarnánk, amikor az alján egy könnyen kitekerhető háromnyolcados menet van. A gömbfejet tehát lecsavarva fönt, könnyedén az aljára erősíthetjük, és lógatva akár teljesen a földig engedhetjük a fényképezőgépet. A menetbe egy alaptartozékként adott, igen masszív kampó is beletekerhető, amire bátran ráaggathatjuk a megpakolt fotóstáskát, így még stabilabbá téve az állványt. Visszatérve a lábakra, végükön a szokásos gumitappancsok vannak, amikből egy pótgarnitúrát is kapunk. Nem túl általános, úgyhogy ilyenkor gyanakszik az ember, hogy ilyen gyorsan kopnak, vagy ilyen jó feje a gyártó. A tappancsokat némi izmozás után le is lehet pattintani a helyükről, így a lábak végei nehéz terephez idomított szögekké alakíthatók. Kicsit megszenvedtem amúgy ezekkel a gumivégekkel. Azt hittem csavarosak, mint más rendes állványnál, kb. egy percig tekergettem mindhármat egyre nagyobb kétségbeeséssel, de csak a grönlandi párzó lundák nászvinnyogását sikerült kicsikarnom belőlük. Az igazságot nem akarták. Féltem neki esni, feszegetni, mert nem az enyém, de a vége csak az lett, miután kiidegelt. Anyádnak a p***, p, 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 p úgyis lejössz! Nem ártana a magyarul tudó használatit a jövőben két oldal helyett kicsit bővebbre ereszteni, már csak ilyen núbok miatt is, mint én, akik nem nagyon láttak még tripodot. A lábvégek cseréjénél sokkal egyértelműbb, hogy a három láb monopoddá is átszerelhető, pedig maga a szerelés egy fokkal komplikáltabb. Megfogjuk a gumi markolatos lábat, szépen lecsavarjuk a helyéről, aztán a fejet is, és így már alulról kihúzható a középoszlop. A lábat és az oszlopot egybe csavarva végül kapunk egy 133 centis, max. 5 kilóval terelhető egylábú állványkát szaladgálós, könnyed alátámasztásnak megteszi, vagy hajnalban egy lagzi részegeit befenyíteni, amikor nem akarod 25 ször is lefotózni az új ivó cimborájával. Szóval jó kis extra. A cserélhető fejről még nem beszéltem, ami talán az eddigiekből kiderült, akit része. Egy viszonylag kicsi, ha akarom közepesnek csúfolható gömbfej, de nem kell csúfolni, mert elég tisztesen teszi a dolgát. Az állvány igényessége ennek lényegesebb részein is visszaköszön, pár területen viszont nem. Például a cseretalp felfogató részén három vízszintjelzőt is kapunk, ami tök jó, de olyan pici bennük a buborék, hogy először azt hittem kisporolták belőle. Az oké, okay, hogy a túl nagy bubi nem precíz, de ez meg nem Látszik. A működése, teherbírása abszolút rendben van, egy kisebb csavarral oldható ki a körbefordítás, ami szép olajozott járású, egy nagyobbal pedig a gömbcsukló lazítható. A lábszekcióktól eltérően neki közel sem elég negyed fordulat, sőt a teljes kilazítás és az erős befogás között elég emberesen kell tekergetni, így az oldalán lévő 10 fokozatú skála inkább csak dísz, mint precíz ha akarom, lehet ráadni, de ki ezt állításkor? A cseretalp, mint általában a többi jackalnél arka rendszerű, szóval satus megoldás. A záró gombja a többihez hasonlóan precíz, de nem annyira finoman, kicsit reszelősebben jár. Összességében ez az álványhoz jól igazodó, nem túl elnagyolt, de nem is kényelmetlenül apró fej, korrekt működéssel. És ez mondható el az álványról, a Jackel Edemről is. Nem voltak rosszak eddig sem, amiket a jekyll láttam, de ez mintha még rátenne a minőségre egy lapáttal. Nincsenek világmegváltó extrák, amit viszont belepakoltak, az nem látszik erőltetetnek, túlgondoltnak vagy gyenge minőségűnek. Erre szokták mondani, hogy tisztes középszer, de nem olcsó távol-keleti, hanem nemzetközi értelemben. A Jackal Adam kit egy cipzáras, válpántos hortáskában vásárolható meg a studioeszközök.hu-nál, ahol most 42.900 forintért szerezhető be. Köszönöm nekik a tesztpéldányt, nektek pedig a figyelmet. És ha tetszett, nyomjatok egy kószalájkot, like ha pedig még kimaradt volna, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Azoknak pedig, akik mindezeken túl a Patreonon támogatják a csatornát, külön köszönet és virtuális pacsi. Ők ezek a bátor nők és férfiak, akiknek a neve ki van írva. Szép fényeket nektek! Sziasztok!